Én szerintem magyar embernek magyar iskolába kell, hogy járjon. Mondja Urbán Izabella temerini oktatási tanácsos. Gyermekei egészen az egyetemig magyar oktatási intézményekbe jártak. Általános és középiskolában is anyanyelvükön tanultak. Ez későbbi tanulmányaikat nem befolyásolta negatív értelemben. Egy dolgot kell megtanulni, és én ezt már évek hosszú során úgymond forszírozom és kérem a szülőket, hogy magyar iskolába írassák a gyerekeiket, de viszont nagyon jól meg kell tanítani őket az ország nyelvére, a szerb nyelvre. A tartományi oktatási titkárság tájékoztatót kér az önkormányzatoktól arról, hogy melyek a községben a hiány szakmák, milyen képesítéssel nehéz vagy egyáltalán nem lehet elhelyezkedni, és milyenek az oktatás iránti elvárások a gazdaság és a befektetők részéről. Figyelembe kell még venniük az iskolák adottságait, a káderkapacitásokat, a helyi anyagi adottságait egy adott iskolának, és ez mentén eljárva föltérképezni, hogy az eddigi ajánlott és beiratott szakok, azok megfelelnek ezeknek a jelenlegi igényeknek. Temerinben az elmúlt 10 év alatt megfeleződött a diákok száma. Az idén 56 elsős indult iskolába, míg 60 körül alakul az érettségizők száma. A magyar gyerekek elenyésző kivételtől eltekintve anyanyelvükön tanulnak. A kimutatások folyamatosan azt bizonyítják, hogy a magyar iskolákba tanuló diákok tanulmányi eredménye a szerbiai átlag felett alakul. Azt kell mondanom, hogy jóval fölötte. A legutóbbi 12-es PISA eredmények hát most kerültek nyilvánosságra, és hát gyakorlatilag azt lehetett látni, miután megküldte a Magyar Tudományos Akadémia, aki a külhoni magyar oktatást elemzi ilyen szempontból az adatokat, hogy bizony a vajdasági magyar oktatás elérte magyarországi színvonalat, ami jó 40 ponttal magasabb, mint a szerbiai átlag. A tényekkel alátámasztott kimutatások szerint a magyarul tanuló diákok jó készséggel, kompetenciával kerülnek ki az általános iskolából, és indulnak neki a középiskoláknak. Mindenkinek van.